Szóval itt meg Mátramáson értünk. Itt volt a Mátra 105 frissítője, jól emlékszem. Tök meleg volt. Dinnyét ettünk, nagyon jó volt a dinnye. Itt van egy kút, és kezdjük meg a... Sőt, meg a csap is. Nem tudom, hogy ezt működik-e. Akkor a kék út lesz. Szóval megkezdtük a merereket. Hát csúnyán merelek. Ez jó lesz majd itt sárba, de talán nem lesz az annyira. Itt lefolyik az az igazság. Lecsúszik a sár, de hát... Hát november 16-a az még talán határeset, hogy akkor mennyi lesz durva. Ja, itt még én kell. Ja, akkor még nem tragikus, mert itt még oldalra jön egy kicsi lankás. Na majd a következőn filmezek. Na szóval... Visszafelés. Hát itt elég szépen látszik, hogy milyen durva merereken megy föl. Vagy ott a fák között. És fönt, a legvégén oda néz Szalamandra, Foltó Szalamandra. Wow, szevaszka! Hello, hello, hello! De szép vagy. Ott a kicsike, nézd el! Jó! Azt, de komoly! Most tudod, hogy azt filmezem, de talán igen, igen látszik. Szevaszka! Hát ez csúcs! Hogy kiszíted? Pedig belemulvad a zavarba is. Nézd ide! Nézd a lábam! Nézd magához! De jó, viszik téged is! Kibaszkodj ide! Ne! De jó fej! Pici az itt van szegény! Nagy merereken.
Ez a ezt kamerára vettük. Kata egy forró megye, Kata egy forró megyes pitét szeretne. Kettőt is. Akkor kettőt. Ja, nézd, ott van egy emléktábla. Itt a kék túratábla ismételten, mert hogy megvan a második körünk. Nem pont itt, mert innen még kb. Egy kili. Hát igen, a tábla írta, hogy egy kili. Ja. És hát gyakorlatilag most így, hogy itt is megállogattunk, így most 1.25. Kilátóházi rend. Igen, hát ez jó, itt volt a Mátra 105-nek is az a frissítője ott annál az épületnél. Itt, ahol az autók vannak ott. Ez a felvétel is jó lesz.